Rátértünk D alpontunkra, kérdések, bejelentések témakörére. Önöké a szó, képviselőtársaim. Birkás képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Tolmácsolnak néhány problémát, amely lakosság irányából érkezett. Az első a Hétvezér út végén, ott maradt építés törmelék zavarja a kedélyeket. Csapadék elvezető rendszer kiépítése kapcsán már a fű is benőtt, és az utca lakói szeretnék, hogy elszállításra kerülne az a úgynevezett sitt. A következő a Budai utca. Szeretnék, ha valamilyen formában kiépíthető lenne ott is a csapadék elvezető rendszer. Az utca lejtése miatt esőzések kapcsán sok csapadék összegyűl abban az utcában, és zavarja az ott lakókat. A harmadik, a városközpontban az elbontott áruház helyén, amelyben a közeljövőben nem tervezik beépíteni, célszerűen ne a hátul azt a régi palakerítést megoldani, mert rontja a városközpontnak a képét. Illetve ott egy régi reklám helyezkedik még el a tavalyi világtalálkozó kapcsán. Nem esetleg az új JASZ világtalálkozót lehetne már ott reklámozni, illetve tudatosítani. A gimnáziumnál, illetve az úgynevezett Mikeplasznál levő buszvárókat már több helyen támadás érte, hogy így mondjuk, megrongálták, megoldható lenne a hiányzó léceknek a cseréje. Fölvetődött a JASZ hírmondóban Szalkai Szalkári művésznőnek a neve, vas nagybetűkkel nyomtatva Szalkaiként jött ki, és ugye tudjuk, hogy Szalkári József festő művésznőről van szó, tehát figyeljünk egy kicsit jobban oda, hogy ez ne ismétlődjön. Még egy kérdés van, de szerintem ezt majd, ha a beszámoló kezdődik majd a közbiztonságról, akkor szeretném esetleg megkérdezni a jelenlevő rendőruraktól. Köszönöm szépen. További kérdések, képviselőtársaim. Borics képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, több témában szeretnék én is lakossági észrevételeket a testület nyilvánosság előtt elmondani. Többen kérték a Csigabiga óvoda előtti kerékpárút visszaállítását, ott már ez szerintem nem először fordul elő, itt a testületi ülésen is, hát ott már úgy látom, ilyen kis ösvény alakult ki, mert a biciklisek nem bírták a szokásokat leküzdeni, és így továbbra is ott közlekednek kerékpárral. Szerintem is, úgy gondolom, célszerűbb lenne, hogy kialakítanánk ott egy keskenyebb kerékpárút sávot, mint hogy az ott nem igazán esztétikus látványt nyújt a szép parkunkban. Azt mondja, hogy a kiserdővel kapcsolatosan is több kérdés érkezett hozzám, hogy valóban igaz az, hogy ezzel a virágzó szállós nyárfával akarják ott betelepíteni, mert az már alig nagyon örült a lakosság, hogy itt a városközpontból kiirtásra kerültek, és akkor most egy hatalmas erdő mennyiségű fa lesz elültetve ott, az biztos, hogy különösen a Viken telepen és az arra lakóknak, de szerintem az egész városra káros hatással lesz. Kiskocsmatér, hát a Apátiaknak Kiskocsmatér. Egyébként szerintem Ivanics utca, Bocskai utca, Rusvai utca környéke, ott gyalogos járdák vannak rettenetesen rossz állapotban, tehát ilyen bokatörő szinten, tehát ott azt érdemes lenne minden hamarabb megnézni, mert több lakóház előtt is veszélyes a gyalogjárdának a kialakítása. Temető is sokszor visszatérő téma testületi ülésünkön. Többen állítottak meg piacon, üzletben temetői viráglopások kapcsán, míg nem a múlt héten a saját sírunkról is eltulajdonították a beültetett virágot, tehát nem a csokrot, hanem a beültetett virágokat, úgyhogy ez most már személy szerint engem is érintett ez a dolog. És akkor a 2011. március 17-i soros képviselőtestület ülésen engedélyeztük a első magyar környezettudományos szociális országos szövetkezet részére a székhely használatot. Itt akkor arról volt szó, hogy napelemes parkot akar létrehozni a városban, illetve a pelletgyártásról is szó volt, amely 25 évig üzemelne, és több embernek adna munkalehetőséget, hogy ezzel kapcsolatban
tud-e valami felvilágosítást adni a polgármester úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor elkezdeném a válaszadást, ugye még meg ne feledkezünk a mondandóról. Ugye jelen van a műszaki osztályvezetője, és ugye, aki vezeti és jegyzi ezeket a problémákat, gondolok itt a építési törmelék elszállítására. A Budai utcai csapadékvízelvezető hálózat vagy csatorna kivitelezése, és nem egy varázsszót szeretnék itt emlegetni, amikor pályázatról beszélünk, hanem hamarosan nyílnak ilyen pályázati lehetőségek, amelyek a meglévő csapadékvízelvezető rendszer kibővítésére és kiegészítésére vonatkoznak. Reményeink szerint hamarosan megfelelő feltételekkel tudunk erre pályázni. A régi áruház melletti üres térre vonatkozóan folynak a tárgyalások, és érdeklődtünk a közútkezelőnél, hogy parkolót lehetne ott kialakítani, és várjuk a választ ezzel kapcsolatban. A reklám, és pontosabban a Molino kérdése az természetesen, amennyiben a 2015-ös Jász Alsó-Szentgyörgyi Jászvilág találkozóról rendelkezésre áll ilyen Molino, szívesen kitesszük oda. A buszváró kérdését szintén műszaki osztályvezető asszonynak címezném, természetesen figyelembe fogjuk venni a lakossági bejelentéseket. Sajnálatos módon a Jászapáti Irmadóban valóban Szalkai Rózsaként jelent meg, Szalkári Rózsa művésztanár neve, azonban ugye nem mentegetve a körünkben jelenlétével megtisztelő bennünk a Halász Lajos urat. Azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy keddi napon volt a kiállítás megnyitója, és szerdán megjelent az újság. És egy telefonban bemondott név és egy elírás miatt történt sajnos ez a baki. Az elektronikus változatot a honlapunkon javítottuk, és elnézést kérünk a művésznőtől a névelírás miatt. Borics képviselő úrnak válaszolva, a Csikabiga óvodánál a kerékpárút. Pályázati forrásból valósult meg az egész városközpontnak a felújítása. Legalább addig mindenképpen várnunk kell, amíg ennek a városközpontnak az ellenőrzése meg nem történik, és azt követően is ugye van utófenntartásra kötelezettségünk. Azonban szeretnénk mi is eltüntetni azt a nem éppen városképet javító gyalogösvényt vagy kerékpáros ösvényt, amelyet már nagyon sokan használnak sajnos. Tehát mindenképpen szeretnénk mi is oda egy kerékpárutat a megvédő folytatásaként. Az erdő kivágással és telepítéssel kapcsolatban ugye úgy jutottunk mi is információhoz, hogy nem köszöntek be úgymond azon nyomban, amikor elkezdték az erdőt kivágni a tulajdonosok. Ezért mi kerestük meg őket, amiatt is, hogy lakossági bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy a úgymond weekend területen az utakat tönkreteszik a nagy járművek. Ezért olyan döntést hoztunk, hogy csak az erdőn keresztül közlekedhetnek az erdő közepén lévő úton a nagy járművekkel, kis 3,5 tonnát ellenérő járművekkel pedig közlekedhetnek a víkend területnek a útjain. Fölmértük az utak állapotát, és a erdőkivágás befejeztét követően megfelelő állapotban történő visszaállítást kértünk tőlük. Érdeklődtünk, ugye mivel aki erdőt írt, annak telepítenie is kell, érdeklődtünk, hogy milyen fafajtákkal kívánják telepíteni az erdőt, és egyértelműen a támogatott hazai nyárfajtákat említették. Ezekről a nyárfajtákról tudni kell, hogy csak a hím nyárfáknak nincs ilyen röpítőszőrös virágzata, és az a telepítéskor magonc állapotban nem megállapítható, hogy milyen ivarú fa, tehát már teljesen mélyedtünk ebbe a történetben. Ezért már egy tiltakozó levelet is küldtünk. Kérem a jegyzőasszony segítséget, hogy hová küldtük a tiltakozó levelet. Erdőhatósághoz küldtük a tiltakozó levelet, és megjelenítettük Jászapáti lakóinak és az itt üdülőknek, nyaralóknak a kifogását a nyárfa telepítéssel kapcsolatban, tehát ez már megtörtént.
Szintén a Kiskocsma tér járdáival kapcsolatban tudom mondani, hogy önkormányzati belterületi utak és járdák felújítására, karbantartására nyílik hamarosan pályázat. A temetői viráglopásnál, ugye itt a Városi Üzemeltető Kft. Igazgatójára nézek, azt tudom mondani, hogy a nyitvatartási időben, ami jelenleg 18 óráig van, ugye, 18 óráig van, nekünk lesz a kötelességünk felügyeletet biztosítani a temetőben. Azonban ismerve ugye a lakosság kérését, természetesen nem mindenki tud 18 óráig a temetőbe érkezni, ezért majd azt szeretném Bodnár úrtól kérni, hogy egy ilyen lépcsőzetes belső őrzést azért valósítsunk meg a temetőben, mert már többen is jelezték, akár levélben, személyesen is, részemre is a temetői viráglopásokon. Igen, a szociális szövetkezettel kapcsolatban. Az Észak-Alföldi régióban már fölvettek 2800 embert a munkaügyi központok segítségével és koordinálásával. Az Észak-Alföldi régióban a 4 számjegyű utak melletti erdők, ligetek, valamint a állami erdők tisztítását és már a Magánerdőbirtokosok Szövetségével is tárgyaltak, azok tisztítását fogják végezni. Oly módon, hogy az ott képződött ágaprítékot, amit már a helyszínen valamilyen mértékben feldolgoznak, a Jászapáti létesítendő pelletüzembe szállítják. Június 9-én Budapesten lesz egy sajtótájékoztató, ezzel kapcsolatban június 10-én pedig Jászapátin a Pályarántal Művelődési Házban lesz egy fórum ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. További kérdéseim képviselőtársaimnak. Borbás képviselő, bejelentést tessék, parancs. Tisztelt képviselőtestület. Egy témában egy rövid kiegészítéssel élnék én is még itt a kerékpárút vonatkozásában, amit Boris képviselő úr vetett föl a Csigabiga óvoda előtt. Nem csak a városközponti fejlesztésünket érinti ez, hanem az a kitaposott nyomvonal, ami most ott van a 31-es mellett, az az én gondolatom szerint, de majd kideríti az idő, illetve az eljárásrend, az a 31-esnek a védőtávolságába beleesik, és nagy valószínűséggel, én legalábbis úgy gondolom, hogy nem fog hozzájárulni a nemzeti infrastruktúra fejlesztő, hiszen akkor a garanciális problémákat is felvethet a kivitelezővel szemben. Ettől függetlenül én nekem is az a javaslatom, hogy érdemes ezt megpróbálni, még akkor is, hogyha ez talán majd falba ütközhet esetleg, de mindenképpen érdemes foglalkozni a problémával. A másik a viráglopás a temetőben, ahogy most is nyert a város sikeresen pályázott térfigyelő kamerákra, nekem az lenne a javaslatom, hogy a későbbiekben biztosan nyílik meg még ilyen hazai forrás, és a bejáratokhoz célszerű lenne tenni, mert viszonylag egyszerű eldönteni, hogy ki viszi befelé, meg ki hozza kifelé a virágot. Aki ezeket eltünteti, biztos vagy kihozza, vagy másik sírra teszi át, de inkább szerintem kihozza és eladja. Úgyhogy ezt viszonylag könnyen ki lehet egy ilyen rendszerrel szűrni. A harmadik téma, amiben szeretnék hozzászólni, az egy figyelemfelhívás lenne, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy eheti hír, hogy előkészít a kormányzat egy pályázati konstrukciót fürdőfejlesztésre, fürdőnként 1 milliárd forintos összegben, ami gyógyhelyekre lesz kiírva, ami Jászapáti is gyógyhely 2010 óta, tehát lesz rá lehetőség pályázni a városnak, ez 100%-os támogatás mellett lesz kiírva, hazai, tehát nem Európai Uniós forrásra. Én mindenképp szeretném jelezni itt is, ehelyütt is a városvezetésnek, a fürdőüzemeltető vezetésének, hogy ha jól tudom, júniusban lesz kiírva ez a forrás, mindenképpen kellene rá pályázni, mert ez egy jó konstrukció. Annak idején a Széchenyi tervben lemaradt, erről a város szerintem ezt meg kellene majd ragadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő. További kérdésbejelentés, képviselőtársaim. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs, akkor lépjünk át a következő napirendi pontunkra, római 2-es. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.
Köszöntöm a téma előadóját, dr. Körei Nagy József rendőr, a Lezenes urat, a Jászberényi Kapitányság vezetőjét. Megkérdezem, hogy az írásban megküldött anyagot kívánja szóban kiegészíteni. Pár gondolat mindössze. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Minden évben törvényi kötelezettség, hogy a rendőrkapitány személyesen vagy képviselő útján az adott település közbiztonsági helyzetéről beszámolót tartson a testület előtt. Ebben az évben is így történik. Annyi különbsége, hogy immár a harmadik éve nem szabad gondolat mentén történnek ezek a véleményezések, illetve értékelések, hanem központilag határozzák meg a szempontrendszert. Ebben az évben is így történt, februárban közölték ki az Országos Rendőrfőkapitányság felől, hogy milyen síkon kell mozognunk. Ez azt jelenti, hogy az ország bármely települési beszámolója így kell, hogy kinézze, nyilvánvaló a tartalom az más és más, tehát a címek ugyanazok. Ami még újdonság a tavalyi évhez képest az, hogy az adott településre vonatkozó adatok nem 2 év, hanem 5 év távlatát nyitják meg. Ez talán arra is jó, hogy esetleg a laikusok számára a számokból egyes tendenciákra lehet következtéseket vonni, bár megmondom őszintén, hogy ezt inkább a szakemberekre kellene bízni, hiszen a számok teljesen torz képet is adhatnak, és meg is mondom, hogy miért adhatnak ilyet. Ez a második év, amikor a regisztrált bűncselekményekről beszél a rendőrség, nem csak itt, hanem mindenhol, viszont kevés olyan fórum van, amely megmagyarázza, hogy mit jelent a regisztrált bűncselekmény szám, hiszen korábban a ismert évált bűncselekményekről volt szó, és a kettő teljesen más, ég és föld a két terminológia. Az ismert évált bűncselekmények azok mindig az adott tárgyévben bekövetkezett, településen bekövetkezett cselekményeket jelölték, míg a regisztrált bűncselekmény azt jelenti, hogy a belügyminisztérium által vezetett és hitelesített statisztikai rendszerbe egy adott bűncselekményre kitöltött rendőrségi statisztikai lap mikor kerül felvitelre. Ez a hivatalos terminus, és itt azért vannak év vagy évek beli csúszás, és erre az új terminológiára ez a 2014-es év egy nagyon szép példa volt, amikor is a Jászberényi Kapitányság még 2009-ben indított egy büntetőeljárást, és ez a nyomozás során egyre jobban szélesedett, olyannyira, hogy a végén egyetlen egy büntető eljárásban, egyetlen egy bűnügyi szám alatt 2200 úgynevezett bűncselekményt tudtunk felderíteni, nem csak mi, mert ebben a megye is bekapcsolódott, és ennek a vádemelése tavaly történt meg, és a tavalyi évre regisztrálták. És ugye látjuk, mégsem a 14-es évet jellemzi. Csak akkor került be a statisztikai rendszerbe. És ez bizony jó pár települést, ennek vannak járságon túlnyúló szálai is, tehát összességében 24 települést érintett, de érintette többek között Jászapátit is, mint egy 48 cselekménnyel. Egyébként ennek annyi volt az apropója, hogy mozgássérülteknek járó állami támogatást jogosulatlanul vettek föl. Tehát nyilvánvalóan, hogy ebben voltak olyan emberek, akik erre jogosultak, és olyannak adtak orvosi igazolást, aki nem volt ilyen beteg. Tehát 48 ilyen cselekmény volt Jászapáton, és éppen ezért, hogyha nézik a táblázatot, ahol azt írtam, hogy 2014-ben 312 bűncselekményt regisztráltak Jászapáton, én úgy gondolom, hogy mindenképpen illő lenne ezt a 48-at levonni, hiszen az a 2009-es évet jellemzi, és akkor csak 264 lenne. Már én tavaly is elmondtam, hogy a 2012 évhez egy kardinális, sőt egy radikális csökkenés következett be, és a végletekig nem lehet elmenni a bűncselekményszám csökkenésnél. Minden egyes településnél, kistérségnek, megyének van egy, lehet, hogy csúnyán hangzik, egy optimális bűncselekményszáma, és azt túl lehet lépni egy 10-15%-kal, annál lehet menni egy 10-15%-kal, a bűnözés is hullámzik. Nyilvánvaló, hogyha ettől nagyobb eltérés van, akkor kell a rendőrhatóságnak jobban odafigyelni. Természetesen a pozitív eltérésre gondolok. Tehát ha így nézzük, akkor az elmúlt 5 év egyik legjobb eredménye született Jászapátin is, egy több más jász településen is egyébként, ami azt gondolom, hogy mindenképpen tükrözi azt a fajta erőfeszítést, ami most már második éve zajlik a kapitányságon is és az őrsön is, hiszen tudjuk, hogy azért erőfeszítéseket kezdeményeztünk, hogy többek között a létszámhelyzet is megoldódjon, hogy a készítelrendőrségnek is legyen egy folyamatos jelenléte, és hát azért a önkormányzati segítség is nélkülözhetetlen volt ehhez.
Ugyanezt kell, hogy elmondjam a közrendvédelmi mutatóknál, hogy hátolvasnák a beszámolót, lehet látni, hogy az úgynevezett intézkedési mutatók is gyakorlatilag javultak, és javult a közleti jelenlét és a közleti óraszám is. Ez viszont betudható egy olyan állami vagy kormány programnak, aminek azt a nevet adták, és talán már hallották, hogy 19.24, ez egy rendőrségi terminológia, ami azt jelenti, hogy 19 megyére kiterjedő és minden nagyobb rendőri jelenlétet apostrofáló intézkedés sorozat, aminek keretében kapunk egy központi óraszámot, és ezt az óraszámot gyakorlat pénzbeli megváltásként a kollégák közleti szolgálaton teljesítéssel tudják lehívni. Tehát ennek pontosan az volt a célja, hogy minél több rendőr legyen az utcán, és ennek a programnak többek között a lényege, hogy lehetőleg nem gépkocsizó járőrözés, hanem gyalogos járőrözés, tehát hogy minél többet legyenek gyalog az utcán a rendőrök. Ez az óraszám most egy jó nagy léptékkel csökken, de még mindig fenntartja a kormány. Egyelőre úgy néz ki, hogy nyár végéig, de reményeink szerint egész évre kiterjesztik. És csak hogy érzékeltessem ennek a mi voltát, ez azt jelenti, hogy amikor egy rendőrkollega ledolgozza alapvetően járőrök a 12 órájukat, akkor nem hazamennek, hanem bevállalnak másik 4-6 órát is. Van, aki így 20-22, de volt olyan, aki 24 órát is dolgozott egy húzomba. És ezzel tudjuk gyakorlatilag megemelni ezt az óraszámot és ezt az intézkedési mutatót. Közlekedésről pár szót. A tavalyi évben a Jászberényi Rendőrkapitányság produkálta a megye legjobb teljesítményét, mert csak a járságban csökkentek a baleseti mutatók, az összes többi kapitányság területén növekedett, és ezt a trendet követte gyakorlatilag a Jászapáti illetékességi területe is, itt is csökkent. A halálos 1-1 volt, tehát ez sajnos egy is sok tudom, de is igazából a halálos balesetek kimenetelénél megelőzésre nem jól lehet szó, viszont a súlyos, illetve könnyű sérüléssel járó baleseti számok is egyaránt csökkentek, és akkor még két gondolatot a megelőzésről. Én úgy gondolom, hogy az a újfajta szemlélet, amit másfél-két évvel ezelőtt Jászberényben kitaláltunk, ez kezd kigyűrűzni vidékre, és Apátin is megvalósult, mert 13-on az első lépcső, hiszen a Szomszédok Egymásért mozgalmat 13 év végén vezettük be Apátin, és tudomásom szerint most már több százan tagjai ennek, reméljük, hogy ez a szám tovább fog növekedni. És ugyancsak tavalyi év volt az első olyan év Apáti életében is, amikor olyan előadásokat hoztunk ki, amelyek eddig csak Berényben voltak, ami a lakosságot szírozta meg tipikusan, azon belül az időseket, illetve a vagyonvédelmi vállalkozásoknak tartottunk megelőzési előadást. A drogról most hagyd ne beszéljek, mert ha jól tudom, akkor egy órával ezelőtt igen mélyreható ismereteket kaptak. Természetesen, ha kérdés van, akkor én sem tartom magam egy témakörben laikusnak, igyekszem majd rá megválaszolni. És akkor még utolsó egy-két gondolatként az együttműködés. Én úgy gondolom, az önkormányzati képviselőtestülettel és a polgármester úrral a kapcsolatunk kétoldalú és jó kiváló, ha én mondhatom így. Nyilván más nevével nem szeretnék beszélni, hiszen bármilyen megkeresést kaptunk vagy kértünk, arra mindig azonnal is gyorsan reagáltunk, illetve reagálást kaptunk. Ugyanez elmondható a polgárőrséggel kapcsolatban, emelkedtek a közös szolgálati óraszámok is, és gyakorlatilag bármilyen kérést azonnal teljesítettek, amit külön köszönök. És hát a köztelt felügyelet, azt tudjuk jól, hogy van egy 2012 évi 100-as törvény, aminek az az elnevezés, hogy egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel való munka. És ez azt írja elő ez a törvény, hogy az az önkormányzat, amely megteheti, tehát anyagilag olyan kondícióval rendelkezik, hogy köztett felügyeletet állítson föl, akkor azoknak kötelező együttműködési meglátást kötni a megyei rendőrfőkapitánysággal, és innentől lehetnek közös szolgálatok. Na most tudomásom szerint ez az aláírás megszületett, és ha minden igaz, akkor gyakorlatilag ugye itt már kötelező formaruha van, kényszerítő eszközök, bilincs, gumibot, és innentől kezdve semmi akadály nem lesz annak, hogy az év hátralévő részében már közös szolgálatok is megvalósuljanak. Hát én ennyit szerettem volna elmondani, természetesen a kérdés van, igyekszem rá válaszolni, és kérem a beszámolót vitassák meg, és amennyiben úgy tartják, fogadják el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kapitányunknak az értékes plusz információkat. A napi rendi pont anyagát tárgyalta a pénzügyi tulajdonos és vagyonkezelő bizottság. Kérdezem Borbás Zoltán elnök, vagy kérem Borbás Zoltán elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm.
A bizottságunk négy fő jelenlétében tárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szintén tárgyalta a napi rendi pont anyagát a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság. Kérdezem Borics László urat, a bizottság elnökét, hogy hogyan döntött a bizottság. Köszönöm szépen. Bizottságunk teljes létszámmal megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztésben foglaltakkal és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kérdésük van-e. Birkás képviselő úr, tessék. Ha más nem kérdezze az anyaggal kapcsolatosan, az vedes úr igazából a jelenbe szeretnék kérdezni, mert megjelent a lakosság körében, én szerintem rémhír, hogy emberrablók, illetve szervkereskedők jelenléte. Az Facebookon állítólag terjed ez a rémhír, illetve én a megyei újságban is olvastam, ahol a megyei vezetők cáfolták, meg valójában tényleg, hogy rémhírről van szó, de hogyan lehetne megállítani, vagy hogyan lehet megakadályozni, mert én úgy gondolom, semmilyen alapja nincs, de gondolom, ezt meg tudják önök is erősíteni. Ez a kérdés merült föl, szerintem a Facebook alapján, vagy a megyei újság alapján is. Egyébként a beszámolót én elfogadásra javasolom, meg a bizottsági ülésen is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Átadom a szót kapitánynak. Köszönöm. Lehet, hogy a válasz az nem lesz teljes mértékben kielégítő. El kell, hogy mondjam, hogy vannak úgynevezett hitelt érdemlő források, és nem feltétlen ebbe a kategóriába tartozó források, és nekem nem nagyon van időm a hitelt nem érdemlő forrásokkal foglalkozni. Rendőrkapitányként sem emberrablásról, sem szervkereselemről tudomásom nincs. Köszönöm szépen. További kérdése van a képviselőtársaimnak? Véleményük fogalmazódott-e meg az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? Alpolgármester, tessék. Véleményt szeretnék mondani, ahogy elmondtam a bizottsági ülésen is. Annak idején, mikor összeállt ez a képviselőtestület a mostani formátumban, az én javaslatomba került bele a közbiztonság, mint teljesen új téma. És pont egy olyan időszakban, amikor azok a mutatók, amik nem csak az emberek szubjektív biztonságérzetét, közbiztonságérzetét határozzák meg, hanem a tényleges számadatok is igen tetemes, és én nyugodtan merem használni ezt a szót, hogy bámulatos eredményeket hoztak. Az elmúlt években, jó pár év óta mindig meghívjuk a rendőrségi előjáróit, és mindig kicsit kényelmetlen helyzetben érezhették magukat, mert kaptak ennél sokkal kínosabb kérdéseket is, mint ami most eddig elhangzott. Sőt, én azt szeretném, mivel nálunk itt van az írott anyag, a statisztikák, és ezt nem hallja a tévénéző, meg nem látja a tévénéző, viszont egy ilyen mondattal, hogy ugye, hogy emberrablók, meg szervkereskedelem van a városban, ezzel borzasztóan sok kárt lehet tenni az emberek tudatában. Úgyhogy én ennek apropóján szeretném elmondani, hogy azt, amit eddig mindig, most már jó néhány éve hangoztattunk, hogy ezen a településen a lakosság szociális összetétele, műveltsége, munkahelyi lehetőségeink és egyebek alapján a helytelenül, de megélhetési bűnözésnek tartott lopásokat, rablásokat és ezek számát hangoztattuk többször. Ebben a beszámolóban 2012-től 14 évig a lopások száma így alakult, 247, 160, 132. Tehát hatalmas mértékű csökkenés. Személygépkocsi lopás az elmúlt három évben egyetlen egy sem történt. Zárt gépjármű feltörése 18-ról 0-ra csökkent. Lakásbetörés, ami szintén eléggé kellemetlenül tudja érinteni, nekem pár alkalommal volt részem ilyenben, mint elszenvedője, 56-ról 40-ről 33-ra csökkent. Tehát azért ezeket az eredményeket kell, hogy tudja a lakosság, és megérdemli, hogy ezeket az eredményeket reklámozzuk számára. És én tekintetemben, vagy az én hivatásomat érintően személyesen is tapasztalom, de a statisztikából is kiderül, hogy az erőszakos bűncselekmények száma nagyon visszaszorult, gyakorlatilag emberölés
egy történt 13-ban, halált okozó testi sértés, súlyos testi sértések, egyebeknek a száma is meredeken csökkent. Én a lakosság nevében is, ha szabad ezt mondani, és a magam nevében is gratulálok ezekhez az eredményekhez, és ebbe biztos a térfigyelő kameráknak a szerepe is kiemelhető, a szemmozgalom is, és egyáltalán a prevenciós meg a szemléletváltás, ami most a bűnmegelőzés és a bűnüldözés tekintetében úgy néz ki, hogy műsorom van. És még egyszer köszönjük a szép eredményt. Köszönöm szépen, alpolgármester úr, kérdezem képviselőtársaimnak véleményük van a előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, akkor zárszóként én is megköszönném azt a gyors, precíz és pontos, mindenre, szinte mindenre kiterjedő együttműködési készséget, amelyet a jászabáti rendőrös parancsnoka és állománya végez önkormányzatunk és önkormányzati rendezvényeink lebonyolításában, és külön köszönet kapitány úrnak, aki személyesen is jelenlétével és felügyeletével is biztosítja nagyon sok esetben rendezvényeinket. Köszönöm szépen. Kérem képviselőtársaimat, aki egyetért a napi rendi pontban foglaltakkal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igen szavazattal elfogadtuk a beszámolóban foglaltakat. Római 3-as, Jászapáti Városi Önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálatáról szól az előterjesztés. Az előterjesztés anyagát írásban megküldtük. Nem kívánom szóban kiegészíteni. A napi rendi pont anyagát tárgyalta a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság. Átadom a szót Boris László elnök úrnak. Magármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdése van-e képviselőtársaimnak az anyaggal kapcsolatban? Vélemény fogalmazódott-e meg önökben a előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? Alpolgármester úr, bizottsági ülésen szerettem volna kérdéseket feltenni a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, de akkor sem volt ott jelen, tehát remélem, hogy a megbizottja esetleg fog tudni válaszolni. Jó néhány dolgot, formai meg apróbb módosításokat tettünk azóta is a bűnügyi koncepcióban, bűnmegelőzési koncepcióban. Azt szerettem volna megkérdezni az elnök úrtól, hogy írja itt a koncepció 18. oldalának az alján. Egyrészt felajánlja, hogy a rendőrségi állományt ők majd megsegítik kisebbségi közmunkás munkaerő bevonásával, olyanokkal, akik vagyonőr igazolvánnyal rendelkeznek. Hát ezt majd vagy megköszöni ezt a segítséget a parancsnok úr, vagy él vele, vagy nem. Tehát ők felajánlották. Ők írják, hogy naponta hétfők, szerda, csütörtök, péntek 8-tól 12 óráig elérhetők, addig vannak fogadó óráik. Itt, ahogy láttuk a többi anyagban, például a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnak az anyagában, azt a részletes statisztikát, amiben ők bemutatnak olyat, hogy információnyújtás 1615 esetben, tanácsadás 1100, segítőbeszélgetés, hivatalos ügyben ügyintézés, stb. Hát ezt a minden napra kiterjedő napi 4 órás munkát milyen módon dokumentálja a kisebbségi önkormányzat? Ezt érdekes lehetne, tanulságos lehetne egyszer megtekinteni legalább a bizottságnak, hogy tudjuk, hogy mégis napi 4 órában milyen tevékenység történik, hol lehet esetleg segítséget nyújtani, hogyan lehet ezen a helyzeten esetleg javítani, ha van javítani való, ha pedig olyan kiválóan mennek a dolgok, akkor a köszönetünket ki tudjuk fejezni és el tudjuk ismerni. Ezen kívül 2 javaslatot is megkérdőjeleztem magamnak. Az egyik a kamerarendszer kiépítésére tennének javaslatot, a másik, hogy több közlekedési tábla felállítása a kerékpárúton. Ezeket jó lenne konkretizálni, hogy milyen, hol szeretnének még kamerát telepíteni, és hol szeretnének
kerékpárúton táblákat még elhelyezni. Nem muszáj most azonnal válaszolni, csak... Jó. Szóval szeretettel köszönjük én is mindenkit. Szerintem a Miklós elnök úr úgy a Szent Imre iskola előtt, a kis Szent Imre iskola előtt. Igen. Olyan sebességgel, mert én ott vagyok már majdnem, hogy 2 éve, így mint iskola őr, de olyan sebességet látok, hogy gyerekeket igen, át szoktam mindig ebédelni kísérteni. Van, aki 70-80 km-es sebességekkel megy, és én szerintem a Miklós elnök úr oda gondolta a sebesség korlátozási táblát. Kerékpárútra? Nem. Ott nincs kerékpárútra. Ez arról van szó, hogy több közlekedési tábla felállítása a kerékpárúton. Ez szerepel az anyagban. Azért gondolkoztam rajta, hogy mi lehet ez. Nem tudom, mert nekem az volt a javaslatom, hogy ott, hogy a 48-as iskolára van sebesség korlátozási tábla, és attól föntebb a kis Szent Imre iskolánál, hogy járnak el a gyerekek ott, mit tudom, egy 30 vagy 40 km sebességkorlátozási táblát javasol, gondolom én a Miklós. Uh-huh. Mert megbeszéltük kettesben, mert nagyon gyorsan mennek a, hát a kocsik úgy, hogy a gyerekek úgy kell odafigyelnem, hogy mit tudom, mi valami baj. Köszönöm. Köszönöm szépen, további vélemény fogalmazódott-e meg önökben. Köszönöm szépen, amennyiben nincs további vélemény, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igen szavazattal elfogadtuk az anyagot. Hogy miért nem kaptam egyébként a múltkori testületülésem, nem felvetett kúria határozatából másolatot ez idáig, hisz az a határozat, vagy a kúriának a döntése ugye lezárt egy szintén több éven keresztül tartó vitát, és mondjuk kimondta, hogy a Városüzemeltető Kft. Vezetése hibázott az elmúlt évszázadban, amikor felmondott szerződéseket, és ezzel azért a Kft.-nek igen jelentős kárt okozott, mert amit ki kellett fizetni az, ugye valahogy nem tudom pontosan, de 30 millió forint körül összeg volt. Tehát megértem, hogy ezt nem kértük be a Kft.-től, mert nem biztos, hogy mindenki számára rányos lett volna. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek számára, ebbe én önmagamat is beleértem, a kúria felülvizsgálati döntése elég tétel szolgáltatott, ezt idézőjelbe teszem, mert sajnálom, hogy úgy alakultak a dolgok, de azért abban az elmúlt 5-6 évben még a kúria ezt az ítéletet kimondta, jó néhány hangos ember rám akarta tolni ennek a problémakörnek az eredőjét. Ez már egy történelmi dolog, számomra a kúria döntése az elégtétel volt, nem véletlenül kérdeztem a felügyelőbizottság összetételét, és ez számomra az elfogadhatatlan, hogy olyanok felügyelik a Városüzemeltető Kft.-t még ma is, akik egyébként ezekbe a károkozásokba megítélésem szerint szerepet játszottak, mert a döntéshozatalban benne voltak, vagy lehet, hogy ők kezdeményezték. Köszönöm szépen, én szeretem mondani. Köszönöm szépen, további vélemény képviselőtársam. Borbás Zoltán képviselő. Köszönöm szépen. Két dologban szeretnék hozzászólni az elhangzottakhoz. Az egyik, amit Birkás képviselő úr felvetett, és magam is egyetértek vele, hogy a vásárnak a fejlesztése az egy nagyon fontos feladat. Annyit szeretnék elmondani még árnyalva egy kicsit az elhangzottakat, hogy azért a Városüzemeltető Kft. Mindig is áldozott erre a nagyon jó jövedelmező ágazatra, hiszen 2009-ben szociális blokkot épített, ami a vásárnak a látogatói és az ott árusítóknak a rendelkezésére áll, illetve ha jól emlékszem, akkor a tavalyi évben került az állatvásárból leválasztásra egy jó nagy rész, ami teljesen új kerítést és új burkolati felületet is kapott. Úgyhogy, és az én tudomásom szerint az út burkolat is javítva van, folyamatosan a lehetőségekhez mérten. Nyilván ott az időjárási igénybevétel az egy másik kérdés. A Szabó Lajos képviselő úr által elmondottak, úgy látszik mindig visszatérnek ezek a dolgok. Ilyen kicsit már én hajánál előrángatottnak érzem ezt a dolgot, főleg, hogy 2019-ben lezárult, ez meg a 2014-es éves beszámoló, 2012-ben, bocsánat. Ez meg a 2014-es éves beszámoló. Az, hogy a Városüzemeltető Kft.-nek kiokozott kárt az, aki végigharcolta egy ilyen folyamatot, vagy az, aki elment az ellenérdekű fél mellett tanúskodni a bíróságra, ezen még hosszasan el lehetne vitatkozni.
intő példa legyen a képviselő úrnak, hogy épp most másodfokon nyertük meg 2 héttel ezelőtt ezt a pert önnel szembe, úgyhogy szerintem ezt ne nyissuk újra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék. Polgármester úr, a képviselőtársam ellenem biztos nem nyert per, mert én nem pereltem képviselőtársamat. Nem ebbe a perbe lehet másodfokon a képviselő úr bíróságon, hanem egy másik perbe, amely egy testületülésnek az anyaga volt. Én nem fellebeztem meg az elsőfokú ítéletet sem, amikor megszületett. Azt megértem, hogy ön sajnálja, hogy most ezt előmelengetem. Én is sajnáltam azt a 6-7 évet, amikor önök valótlanul rám akarták tolni az ügyet. Tehát én nem hibáztam ezekbe a döntésekbe, nem volt lehetőségem, nem volt információm. Zajlottak peres ügyek, a kúria azt tavaly hozta meg az ítéletét, azt ön nagyon jól tudja, és ön számára én mindenképpen azt mondom, hogy elmarasztaló. Mert azt mondta, aki a kúria egyértelműen megfelelbeszetlen tovább, hogy hibázott. Ebbe bele kell törődni, és én nem hibáztam. És az, hogy ön azt mondja, hogy elmentem bíróságra, ezzel már az előző polgármester is megvádolt, én elmentem a bíróságra, és elmondtam azt, amit a bíróságtól nem kért. Azt kérték, hogy mondjam el ebbe az ügybe azt, amit tudok. És én azt elmondtam, az, hogy esetleg az nem volt ön számára, meg vittanék én számára kedvező, én annak tettem eleget, amit a bíróság tőlem kért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a viszontválasznak Borbás képviselő úrnak a szót, de kérem, hogy ne térjünk el a Jászpáti Város Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójától ilyen mértékben. Parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr, csak a személyes megszólításokán. Lezárva részemről ezt a vitát, annyit szeretnék még elmondani, be fogom hozni a következő testületülésre azt a bírósági határozatot, ami 2 vagy 3 héttel ezelőtt született. Akkor majd tessék reklamálni, hogyha esetleg elírták a bíróságon, hogy véletlenül más perelt be ebbe az ügybe, és nem ön. A másik dolog ezzel kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, sem korábban az ön polgármestersége előtt, az én tudomásom szerint, sem az ön polgármestersége után. Arra ebbe a városban nem volt példa, hogy köztisztviselő szerződés kössön önkormányzati céggel. Mi ennek soha nem adtunk teret, dacára annak egyébként, hogy ez semmilyen törvény nem tiltja, arra meg főként nem volt példa, hogy bármelyik ilyen köztisztviselő bemerte volna perelni a várost. És ehhez még a polgármester is asszisztált volna. Köszönöm. Köszönöm szépen.